Hello, sziasztok! Hát én vagyok a vegán kihívás következő résztvevője. Ugye láthatjátok, hogy a csajok már jó néhány kihíváson túl vannak. Egy kicsit ez most más lesz. Ami nagyon fontos, hogy hát rám most mindenképpen más szabályok vonatkoznak, mint a többiekre, mert hogy én nem egyedül vagyok, hanem ugye mi már ketten vagyunk, úgyhogy ő felülírhat gyakorlatilag bármit. Talán nekem lesz a legnehezebb lemondani. Igen, róla. A hamburgerről. És ugye a legfontosabb, a legelső, senki ne aggódjon értem, egyeztettem az orvosommal, hogy egyáltalán belevághatok ebbe. Amint tudom, hogy kisbabám lesz, azóta még sokkal jobban, de valahogy ösztönösen, szinte sejtszinten kezdtem el figyelni arra, de nem is figyelek, mert ez nem tudatos, hogy minél egészségesebb ételeket vegyek magamhoz, hogy mindig meglegyen annyi sport, amennyire szükségem van, hogy jobban aludjak. Tulajdonképpen ez a vegán kihívás, ez nagyon is belefér. Ebben a társam és a legjobb barátom, és tulajdonképpen a főszereplő, az nem más lesz, mint az avokádó. Most nem tudom, hogy tudtátok-e, hogy az avokádó nem zöldség, hanem gyümölcs. Jó reggelt, sziasztok! Hát a reggelek azok általában úgy indulnak, hogy elindítom a fiúkkal, Dávid szépen elmegy suliba, és miért elkezdeném az összes teendőmet, és elkezdek mindent csinálni szépen pontról pontra, előtte még reggelre ülök, és átnézem a Librand oldalát természetesen. Ja, ez egy vegán hét, és hát nyilván tartani kell az étrendet, meg nagyon sok minden, de ami még nagyon fontos, az a vegán szépségápolás, egészen pontosan a testápolás és a hajápolás, aminél szintén nagyon figyelek. Ezen a héten csak és kizárólag vegán termékekkel ápolom a hajamat és a testemet is. Eljött az ideje egy kis edzésnek, legalább egy héten háromszor sportolok, hogyha tudok, akkor még többször. Azt mondta az orvosom, hogy pont ugyanúgy csinálják mindent, mint a várandóság előtt. Régen, amikor Dávidot vártam, akkor DVD-ről csináltam még abba a terhes tornát, most pedig már viszonylag modernek vagyunk, most már YouTube-ról szépen, de lerakom az iPad-et, ennek is eljött az ideje. A mai edzés meg volt, a nyújtás is, és annyira nehéz magam mindig rávenni, hogy lejöjjek edzeni, de aztán amikor vége, akkor utána egész nap tényleg sokkal-sokkal jobban érzem magam, és sokkal jobban alszom, és egyszerűen minden sokkal jobb lesz, úgyhogy mindig erre az utána lévő érzésre gondolok, mielőtt elkezdek sportolni. Egy picit nehézkesebb az indulás, amióta megnőtt a pocakom. Egyébként elraktam nagyjából így a gardrób másik felére azokat a ruhákat, amik derékban szűkek, meg a szűk falmereket, és ide hoztam azokat, amiket szerintem még tudok hordani. Viszont képzeljétek el, hogy nem nagyon vettem kismama cuccokat, néhány farmer nadrágot meg gatyát, mert azzal játszom, hogy az övet most ide rakom fel, és nem a derekamra. Ez például az egyik nagy kedvencem, ez egy tök sima pamut fekete szűk ruha. És én arra biztatok mindenkit, és nem csak azokat, akik éppen babát várnak, hanem akik mondjuk nem tökéletesen, nem tudom, Heidi Klum testével rendelkeznek, hogy hordjanak szűk ruhákat, mert szerintem ez tényleg azon múlik, hogy, és ez egy ilyen bullshitnek hangzik, hogy igen, de mindenki, aki jól érzi magát, az nem biztos, hogy attól jól is néz ki, de egyébként ez így van. Szóval ez tényleg működik, úgyhogy én ma ebbe a tök szűk fekete ruhába fogok elindulni. Most már viszonylag hideg van, úgyhogy ilyen nagy kabátot veszek a csini ruhára, de az edzés egy dolog, a sport egy dolog, de azért nagyon jól esik. Nem sokat egyébként, egy 10-15 percet sétálgatni pár naponta, pláne hogyha van rá idő, muszáj kijönni a szabad levegőre egy picikét, ráadásul ugye én itt lakom Szentendrén, úgyhogy annál szebb nincs is, mint itt kijönni egy kicsikét sétálni, úgyhogy ezt mindenkinek ajánlom. Nekem most már, ha nem is naponta, de mondjuk 3-4 naponta ez is hozzátartozik az új rutinomhoz. Jó reggelt mindenkinek! Én már tudok az első zuhanyon, amitől mondjuk nagyon nem sikerült felébrednem. Minden esetre nem sokára indulok. Rettenetesen száraz a bőröm most már hónapok óta, és általában egyébként normális esetben testápolót szoktam használni, de mostanában testvajat használok, mert ezt is beszívja a bőröm kb. 5 perc alatt, és már tudok öltözködni. Ugye ez az avokádó 100%-osan hidegen sajtolt testvaj, úgyhogy ha valakinek kifejezetten száraz a bőre télen, akkor ezt nagyon sok szeretettel ajánlom. Fel kéne öltözni.
Sziasztok, most értem haza, ez egy viszonylag hosszú nap volt. Minden esetre most egy arcpakolást fogok készíteni avokádóval. Ez egy nagyon-nagyon klassz arcpakolás, hidratál, pláne ezeken a hideg napokon fantasztikus, mit tesz a bőrrel. Csak hogy lesz benne egy kis csavar, mert ezt az arcpakolást én most nem az arcomra fogom készíteni, hanem a hasamra, hiszen a hasamra most extra törődés kell. Ugye folyamatosan nyúlik a bőr, rettenetesen száraz, úgyhogy ezzel fogok készíteni. Itt van már a kis pakolásom, úgyhogy most szépen ezzel elvonulok a fürdőszobába, mert ez meglehetősen ilyen gányos lesz, mert leesik, meg mit tudom én, össze-vissza fogok bele mindent kenni. Ezt ti nem fogjátok látni. Egy viszont biztos, hogy bepecselős, de nagyon megéri. Na hát, elkezdtem előszeregetni a karácsonyi dobozokat. Ez csak egy, legalább öt ilyen van. Csak szépen fokozatosan szoktam kirakni a díszeket, a kedvenceimet, az asztali díszeket. Ezt például nagyon szeretem. Ezt a Dávid szereti nagyon. Ez egy gyertya, amit soha nem gyújtunk meg, csak nagyon, nagyon szép. Aztán az angyalka, ami vár, és még kb. 5 millió dolog. Vége a hétnek, vége van az én 5 napos vegán kihívásomnak. Sok mindent meg fogok tartani egyébként ebből a kihívásból, de nem mindent. Ami például biztos, hogy a hétvégén meg fogom enni az óriási dupla sajtburgeremet, mert az rettenetesen hiányzik. De a tudatos táplálkozás egyébként nagyon fontos, és nem annyira nehéz tartani, mint amennyire gondoltam. Például a tudatos szépségápolás szerintem egy nagyon fontos és nagyon klassz dolog. Ti pedig? Ami még nagyon klassz, hogyha feliratkoztok a Lilulen YouTube csatornájára, akkor biztos, hogy jövőre is rengeteg izgalmas tartalom vár benneteket. Itt az évvége, itt a hétvége, én már bekuckoztam, meggyújtottam a gyertyákat, készülődünk a karácsonyra, tegyétek ti is ezt, és tartsatok velünk jövőre is. Sziasztok!